történelmi magyar siker született a Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázaton. A díjakat május 26-án a FIAPCI 68. kongresszusán Andorra la Vella városában, az Andorra Park Hotel dísztermében tartott gála vacsorán adták át a nyerteseknek. Az egész történetnek a legnagyobb sikerét érte el a magyar ingatlanfejlesztés idén, mert 6 díjat hoztak el a kollégák, 4 első és 2 második díjat szereztek. Ilyenre még nem volt példa sem európai országban, sem Magyarországon. Azt el lehet mondani, hogy ez a díj akkora rangot jelent, hogy az, aki ebben a pályázatban eredményt ér el, az már eleve büszkén mondhatja, hogy sikeres ingatlanfejlesztő. A Nemzetközi Ingatlan Szövetség minden évben megrendezi a Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázatot, amelynek célja a legsikeresebb ingatlanfejlesztések kiválasztása és elismerése. A 25 évvel ezelőtt útjára indított Nívódíj a világ legrangosabb ingatlanfejlesztési pályázata, amelynek történetében eddig 5 kontinens 34 országának ingatlanfejlesztői szerepeltek eredményesen. A nemzetközi zsűriben idén 32 ország 63 tekintélyes szakembere vett részt, képviselve az ingatlanfejlesztési szakma egy-egy speciális ágazatát. Én nagyon boldog vagyok, hogy ma Magyarország az első számú az európai országok között, és nem csak az első helyezések miatt, hanem idén 2 második helyezést is elértek. A bírálat főbb szempontjai között szerepel az ingatlanfejlesztés koncepciója és eredménye, építészeti és városépítészeti színvonala, a kivitelezés minősége, valamint a megvalósítás időtartama. Emellett értékelik az értékesítés és bérbeadás eredményességét, továbbá a környezetvédelmi szempontokat és az ingatlanfejlesztés társadalmi hasznosságát. A magyarok megmutatták, hogy Európában idén ők az igazi bajnokok, jó példát mutattak az egész kontinensnek. A magam és a nemzetközi ingatlanfejlesztők nevében csak gratulálni tudok nekik. A Horizon Development Kft. UNESCO világörökségi épülete a Váci egy a legjobb kereskedelmi létesítmények nemzetközi rangsorában elsőként végzett Európában, és a World Silver díjat vehette át. A díj történetében először kapott ugyanazon magyar projekt 2 kategóriában is ilyen magas elismerést. Úgy érzem, hogy minden olyan projektünk, amit a Horizon Development csinál, fejleszt, az mindig a környezettudatosság, illetve a minőségnek a legmagasabb fokára törekszik, hogy mindig van előre, mindig van feljebb, ezt próbáljuk követni ezután is. Örökségvédelem kategóriában a zsűri 2 első díjat adott ki, és mindkettő Magyarországra került. A Svitelszki Magyarország Kft. Által nevezett Várkert Bazár és a Horizon Development Kft. Magántőkéből megújult Váci egy épülete egyaránt az örökségvédelem kategória első díját kapta. Nagyon komoly szakmai kihívásnak kellett ott megfelelni a kollégáinknak, egy nagyon összetett, nagyon bonyolult projektet kellett rövid idő alatt megcsinálni, és az látszik, hogy a Várkert Bazár, amióta befejeztük Budapestnek, az éke lett, és mind a társadalmi, mind a kulturális életnek egy fontos szinterévé vált. A Svitelszki Magyarország Kft. A 4-es metró 10 állomásával is indult, és első díjat nyert közcélú létesítmények kategóriában. A Svitelszki Magyarország Kft. Idei sikere szintén rekord. Még nem fordult elő, hogy egy cég 2 első díjat nyert volna ugyanabban az évben. Egyedülálló, hogy ipari létesítmények kategóriában első díjat kapott a Lafarge Cement Magyarország Kft. Környezetbarát, modern technológiát felvonultató üzeme, a királyegyházi cementgyár. Cementgyárban nagyon sok ember volt már, de ilyen cementgyárban nagyon kevesen jártak még, hogy ilyen látványos, és nem csak a látvány, hanem a látvány hozzá kapcsolódik valóban a technológiához is. Tehát tudunk egy olyan technológiával üzemeltetni egy ilyen kinézetű gyárat, amire mindenki azt mondja, fölkapja a fejét, hogy valóban igen, ez egy olyan gyár, ami a 21. században működik.
A pályázaton belül az egyik legnehezebb terepen, Masterplan kategóriában ezüstdíjat nyert a 13. kerületi önkormányzat, a kerület elmúlt két évtizedes fejlődését bemutató, az Angyalföld újjáépítése elnevezési projektjével. A kerület idén a pályázat történetében harmadik alkalommal részesült az ingatlanfejlesztők nemzetközi Oscar-díjának számító elismerésben. The World Silver Winner for Masterplan category is Revival of Angel Land, Budapest, Hungary. Jól példázza ezt a fejlődést a Váci útnak az átalakulása, de az elmúlt évtizedekben nem csak az épületek alakultak át, nem csak az épületek fejlődtek, hanem átalakultak a közterületek, új parkokat hoztunk létre, több zöld terület van a 13. kerületben, mint a korábbi időszakban. Élhetőbbé vált a kerület, és talán ennek a fejlődésnek az elismerése volt a mai díj. A négy első és két második díj olyan eredmény, amelynek felülmúlása komoly kihívás elé állítja a jövőben az ingatlanfejlesztőket.